Ők a bangladesi ikrek. 33 órás maratoni műtéttel választották szét őket. A Magyar Orvoscsoport egyik tagja, Csókai András professzor szerint olyan módszert használtak a műtétnél, amit éppen a Margit Kórház most elbocsátott sebész főorvosa dolgozott ki. A Imre doktor kifejlesztette egy nagyon jó varrás technikát, és a bangladesi ikrekhez való felkészülésben azt rengeteget gyakoroltuk. Csókai doktor szerint érthetetlen, milyen alapon küldenek el egy ilyen szaktekintélyt a Szent Margit Kórházból. A professzor úgy látja, ezzel a szakmaiatlan döntéssel másik 7 sebészt is elveszített a kórház. Lehetetlenné teszi a betegellátást, de hát ez ott már egy régi folyamat eredménye. Azt tudom mondani, a magyar egészségügyben példátlan, hogy beosztott orvosok ilyen szépen kiálljanak a főnökükért. A kórház közleményben reagált. Azt írták, hogy Imre Domonkost az öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatt mentették fel. Ez nem egy hirtelen döntés volt, hiszen erről a főorvost a főigazgató már egy évvel korábban tájékoztatta. Bauer Krisztina nem a kora alapján, de némileg édesanyámra emlékeztet, de semmilyen módon egyébként nem emlékeztet rá, de van egy dolog, hogy igaza van, csak anyukám is olyan volt sokszor, hogy úgy adta elő, hogy az ember képtelen volt azt befogadni, és azért nagyon jó, amit én mondok, mert hogyha a TV ezt kijavítja, akkor valami olyasmiről fog beszélni, amit önök egyáltalán nem láttak korábban, csak mondom Feri, hogy azt mondja Krisztina, hogy a kórház az hosszú ó, már pedig a felirat, ahogy ment, itt már hosszú, de a híradó felvétel alatt rövid volt. Tessék, akkor már megtették, felrakták rá az ékezetet. Szuper, felraktuk az óra veszőt. Ott tetszik a történet, nincs műsor egészségügy nélkül. Az a kérdés merült fel bennem, itt főleg Csokai professzort hallgatva, hogy az orvos szakma az egy, gondolom egy, hát azért bizonyos szempontból katonai rendszerint működő szakma. Most, hogy egy picit elvonatkoztattam a fehér köpenytől, és elképzeltem egyenruhásokat. És akkor az, hogyha valakinek a döntése nem tetszik, ugye az volt a probléma, hogy egy főorvosnak azt mondták, hogy betöltötte a nyugdíjkorhatárt és távozzon el a kórházból, akkor vajon egy közszolgálatában álló és ugye egy nagyon fontos pályán levő csapat, aki vele dolgozik, a szolidaritás érdés, hogy is csak felmondok. Ilyen bizonyára nem fordulhat elő mondjuk a fegyveres erőknél, nem fordulhat elő a rendőrségnél. Tehát ez bocorgott úgy bennem. Most ugye nem az a kérdés és nem az a témánk, hogy a magyar egészségügy összes problémáját elmondjuk, mert az előbb már az egyik napirendnél már elsütöttük az egészségügyi hozzáállásra, hogy mennyi probléma van. Ugye nem arról van szó, hogy a Ján Ferenc kórházban ugye ott is történt egy hasonló, más jellegű, de túlterhelésen elmentek emberek anyagi és egyéb okok miatt, hogy vajon ez egy jó fajta szolidaritása, hogy egy személy nem tudom eldönteni, ez teljesen egyértelmű. Számodra. Hát nem, számodra. Nem. Ez pontosan olyan, mint amikor az újpesti önkormányzatban dolgozó embereket amiatt kárhoztatták, mert a polgármester után ők fölálltak, ők pedig azt mondták, hogy nem azért álltak föl, mert ők a Fidesztől rengeteg pénzt kaptak, hanem a lojalitásuk miatt, és azért... És nem érdekelte ezt a 40 embert, nem érdekelte, hogy egyébként az a kerületnek az ellátása milyen lesz, hogy ott közszolgák voltak. És egyébként meg úgy bontották a szerződéseket el, hogy akarták, tehát nagyon megtudjuk utólag, hogy egyébként olyan közös megegyezéseket tettek le. Könnyen lehetséges, hogy a főorvos semmit nem tudunk. De én csak azt szeretném kérdezni, hogy aki közszolgálatba szerződött, nagyon jó az újpesti példa. Az a megoldás, hogy azért, mert nem tetszik az új polgármester színe, ott hagyom a kerületet? Elnézést, amilyen volt az ellenzéki kampány, az alapján miért ne tehették volna és meg? Akkor ezt vezessük be a kórházakba, és elnézést, hogy nem tetszik a főorvosnak az elbocsátása, és onnantól kezdve fölmondanak 7-en vagy 8-an. Elnézést, ez nem bevezetés János, kérdés, János, ez lojalitás kérdés. Nem lojalitás, a közszolga meg a lojalitás az nem biztos, hogy köszönő viszonyban tartása az odáig rendben van, de egyetértve, amit előzőleg itt hallottunk, ott olyan, hogy mondjam így, jogkijátszó furcsa megállapodások köttettek egy-két nappal az átvétel előtt, szóval hagyjuk ebbe, nem menjünk bele. Én azt tovább megyek. Megmondanád, János, hogy mi volt olyan, ami el fogom mondani. De akkor műsorban mondani. Műsorban is elmondom, de most a témáról hadd beszéljünk. Én azt gondolom, hogy az a 7 orvos lojalitás ide, lojalitás oda, mire esküdtek föl? A gyógyításra. Nem a főnökükre, nem az igazgatóra, nem a Kásler Miklósra, nem a nem tudom kicsodára, a betegek gyógyítására. Ettől függetlenül
abban a Csókai professzor úr által elmondottakból nem az következik, hogy itt egy közös megegyezés volt, hogy hát elérte a nyugdíjkorhatárt, és akkor tessészesen nyugdíjba menni. Ő kirúgásról beszélt. A kirúgás nyelvtani értelme más, mint a nyugdíjba menetelés, a fölmentés. Ez két különböző dolog, és itt nem kell ez jogásnak tenni. De itt azért nem erről van szó. Szakmai magatartásbeli dolgokról volt szó. Az a hét kollega, aki lojális, életben gyönyörű, fantasztikus. Honnan tudja, hogy ki lesz ott az új vezetés, őtől mit lehet tanulni, és ahhoz lojális lesz, vagy nem? Ezt honnan tudják? Én azt gondolom... Meg kéne őket kérdezni. Meg kéne kérdezni. Rendben. Tudod, hogy ők miért álltak föl? Nem tudom, hogy miért álltak föl, de az új osztályvezető személye, az volt, én azt olvastam, hogy az új osztályvezető személyével lenne problémája. Ezt is aláírom. Most az új osztályvezető személy, és akkor itt visszakanyarodok, igen, patriarchális a magyar orvostársadalom egy jelentős része, és ez nem jó, ez egyértelmű. Sőt, tovább megyek, és most lehet, hogy sok orvos barátom megsértődik, az egészségügy bizonyos fejlődésének gátlásáért az orvosok is tehetnek. Én azt tudom neked mondani, Feri, hogy amikor a Mester Ákost felállították, akkor a Rapcsányi féle 168 órában nem dolgoztunk. A Mester Ákos felállt, senki nem halt meg az újságnál, itt ment elmegy. Senki nem orvos, mond. Vagy nem? Ki mondta azt, hogy itt meghalt emiatt bárki? Hát még nem ártak föl, le fogják tölteni a felmondási idejüket, és ott lesz Budapesten egy nagyon komoly kórház, és a legkiválóbb szakemberek elmentek, és az nagyon nagy baj, hogyha nem fogjuk megtudni, hogy ennek egyébként milyen mortalitási következményei lennek. Attól, hogy egy újságnál vagy egy labdarúgó csapatnál feláll az edző, abban még senki nem pusztult bele. Onnan tudjuk, hogy lesz neki. Hogy egyértelműen kijelentették, hogy az ellátást veszélyeztetni fogják. Most próbálom úgy elmondani, hogy ez így befogadható. Hát nyilvánvalóan, de most pontosan azt véditek, amit Áder Jánosban kritizáltak. Nem, te ezt úgy gondolom. Áder János nem fehérkőpenyes. Köztársasági elnököt megint lehet cserélni. Orvosokról beszélünk. Az élet urairól beszélünk. Csak most azt a helyzetet gondoljuk el, hogy ez a 6-7 kollega ilyen indítatásból elmegy, és Mari néni az elmenetel másnapján egy sürgős operációs kérdéssel bekerül a kórházba, és akkor marad a liftes, az ápolónő, meg a nem tudom kicsoda, aki közül lehet választani, hogy ki műti meg, attól függetlenül, hogy egyébként a gyógyszert meg ő hozza be otthonról. Hát nyilván ezt így most demagógnak tűnnek, hogy össze lehet ezeket így kapcsolni, de a kérdés szerintem az, és én csak ezt nem értem, nyilván nem tudom a részleteket, hogy mi van az esküjükkel. Ennyi. Kész. Én azt tudom, hogy ez a kórház igazgatója azt mondta, hogy ők megoldják a problémát. Többet tudtok. Akkor jó van. Látjuk a magyar egészségügyben, ez működik, mindig igen. Majd megoldják. Igen. Ezen kívül Kászler Miklós is vizsgálatot indított. Hú, hát az meg pláne, akkor most megkezdek megnyugodni. Kirakják a 10 parancsolatot a Margit kórházban. Én ezt értem, csak az nem a helyzet, hogy Kászler Miklós szükség, nem érdemes annyira utálni, hogyha netán egyszer jól cselekszik, akkor is utálják. Mikor? Egyet, hogyha mondaná egy ilyen példát. De egyébként, ez bocsánat, a mostani vizsgálat, ez... De mit könyörgöm? Tehát János, most nem hiszem, hogy ennyire naív vagy. Ezt nem vizsgáltad, míg a szívgyógyász professzor bocsátották el, akkor is vizsgálta. Nem, hogy van egy ilyen mögöttes tartalma, hogy az új balliberális vezetés hogyan akarja megváltoztatni a kórházban. Egyébként én úgy tudom, hogy a Csókai professzor úr körülbelül annyit tud erről a sztoriról, mint mi, csak mondjuk mi is beszélünk róla. Én azért is nem nagyon szeretnék ebben a témában megnyilatkozni, bár az az ügyeletes kórházam, úgyhogy bajban leszek, ha valami De az összes komoly... témával ugyanígy vagyunk, tehát ezeket a feltételes módokat minden egyes esetben ki kell, hogy tegyük. Nem, csak hogy nem tudunk róla semmit, tehát sem az érintett orvos nem nyilatkozott, a kórházigazgató az minimálisan az öregségi nyugdíjkorhat elérésére hivatkozott, és ennyit tudunk az ügyről, ami jó, tényszerű. A Gotár Péterről se tudunk semmit se, tehát tulajdonképpen bizonyos szempontból a műsor quintesszenciájánál tartunk, hogy egyfolytában olyan dolgokról beszélgetünk, és akasztunk fel potenciálisan embereket, akikről egyébként... És népszerint kit akasztottunk fel egyébként? Azokat az orvosokat, akik felálltak. Nem, csak azok az orvosok, akik egyébként, mondom, az esküjüknek nem megfelelően cselekedtek, kettő, nézd meg a magyar jogszabályokat, itt vannak hozzáértők, például nem is sztrájkolhatnak. Vajon miért nem? Mert nekik az a feladatuk, hogy életet mentsenek, és nem az, hogy szolidaritást mutassanak be. Azért szerintem ez nem szakmai kérdés, hogy az ellátás biztonságát veszélyeztetie. 8-ból 7 orvosnak a felállása. A betegeket lássák el, mert hogy hogyan kell sebészkedni, ott nincsen baloldali sebész, meg jobboldali sebész. Igen. A primervágás egyféleképpen kell elvégezni operáció kapcsán. Pont. Én ezt értem, ezzel együtt a kórház azt mondja, hogy meg fogja oldani. Egészségükre. Reméljük. Akkor jön a 6. téma. Címe,
összefogtak a B4-ek fővárosai.